Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel üdvözöllek benneteket. Ismét találkozunk. Dávid történetét folytatom. Szeretném, hogyha ezzel örömet is szereznék nektek, mert érdekes fiú volt ez a Dávid. Én most akkor Dávidról fogok veletek beszélni, a győztes Dávidról. Ez nem olyan fiú volt ám, hogy elment a harcba, és akkor lesántulva ment haza, hanem erős fiú volt, győzött. Egyszerű fegyverei voltak, de azokat jól tudta forgatni, és harcolt. Miért harcolt? Tudjátok? Azért, mert szerette a hazáját. Szerette a hazáját, és megtámadták az ő hazáját, a filiszteusok, és akkor meg kellett küzdeni az ellenséggel, mert az ellenség betörte az országba, elhajtotta a birkákat, a kecskéket, a teheneket. Ha földben valami termés volt, akkor azt is elvitte. Leszették a fáról az almát, a körtét, a narancsot, a fügét, mindent, és hogy Dávid király harcolt. Harcolt, hogy ez a kóbor ellenség ne fossza ki az ő országát. És aztán Isten nagyon felvitte a dolgát. Láttok itt majd egy képet, ahol kiderül, hogy egészen közel a Saul király palotájához, ő is a palotában lakott egy önálló részben, itt jön éppen a király a lépcsőn, Dávid pedig itt szembeáll ővele, egy harmadik személy pedig egy lovat vezet. Nagyon jó dolga volt palotába lakni. A palota az fényes volt. Nagy ablakai voltak. A nap besütött, és a királynak nagyon sok aranya volt. És azok is ragyogtak a napfényben. Dávidnak jó dolga volt, mindig finomat ebédelt. Nem spenótot kapott ám, vagy sóskát, vagy hasonlót, hanem finom ebéd volt ott a palotában, és jól érezte magát, így meg is tapogatta a hasát ebéd után. De sokat ettem. Na, nem baj. Majd több erőm lesz a harchoz. A palotában élt, és nagyon boldog volt. Aztán, hát ennek a Saul királynak volt egy nagyon szép lánya. Nagyon szép lánya volt. Szép nagy haja volt. Kedves volt. Finom volt. Barátságos volt. Szépen tudott mosolyogni, és mondták Dávidnak, hogy ha te jó harcos leszel, ide figyelj, Dávidkám, ha te jól harcolsz, ez a király ezt a szép lányt hozzád adja feleségül. Mit szólsz hozzá, Dávid? Dávidka, mit szólsz hozzá? Feleségül adja. Dávid, hát gondolkodott a dolgon, hogy
hogy ő azért nem, egyszerű pásztorfiú volt, a faluban is voltak szép lányok Betlehemben, hogy ő most, hát ő nem is gondolta erre, hogy ilyen, hogy a király lánya lenne a felesége, hogy azt ő elvegye, hogy ő neki ajándékozna a király. Hát aztán ez így történt, hogy egy napon a király Dávidot megajándékozta a lányával. Látjátok ezt a képet? Hú, a királynak szép nagy szakálla volt, Dávidnak nem volt szakálla. Hát a király ezt a lányát szerette, Mikálnak hívták. Itt azt a pillanatot látjátok, amikor a lagzi beindult, mert nagy lagzit szoktak rendezni, amikor hát ilyen esemény történik, hogy valaki férhez megy, valaki megnősül, és hát ez nem is olyan egyszerű lagzi volt, mint később majd olvasunk a Bibliában, hogy volt Kána városában is egy lagzi, tehát idő előtt elfogyott a bor, és nem jól érezték magukat az emberek, hogy már inni se tudnak. Na hát, itt aztán volt, a hordók tele voltak borral, finom sütemények voltak. Finom sütemények, meg hát nem is mondom mindjárt, azzal kellene kezdenem, hogy volt finom leves, pulykahús leves. Ó, nem tudom, láttatok már pulykát? Tetszik nektek a pulyka? Nos, hát aztán birkahús volt. Hú, nagy bárányt levágtak. Elkészítették finoman, megsütötték olyan finom, jó, ropogósra, és akkor abból lehetett enni. Dávid is kapott egy nagy combot, a birkának a combját, a kézbe vette, akkor inkább az emberek készerettek, és ő is beleharapott. Hú, de finom, zsíros lett még az arca is. Finom volt a királynak, meg mivel szakálla volt, ő is ette a nagy falatokat, és zsíros lett a szakálla, a bajusza. Aztán ittak, ettek, bedobálták a süteményeket is, és nagyon boldogok voltak. Ha jól látom itt a képen, már Dávid fogja is Mikálnak a kezét. Hát, ő lett a felesége, ahogy ez itt a Bibliában írva van. Hát nagyon boldog volt ez a lány is, hogy ilyen nagyszerű férjet kapott, mint Dávid. És hát így indult aztán az élet. Dávid aztán mindig örömmel ment a harcmezőre, küzdött a hazájáért. Amint mondtam, szerette a hazáját, szerette népét, a családját, és kész volt szembeszállni az ellenséggel, hogy megvédje őket. És akkor az egyik alkalommal kiment Dávid a sereggel, persze a király is, Saul is kiment a háborúba, és óriási nagy sikere lett Dávidnak. Figyeljétek csak ezt a képet. Jön haza, még felteszem a szemüvegemet is, hogy még jobban lássam. Lóháton ül, és harcosok kísérik. És itt mi van itt? A lányok ott táncolnak. A lányok énekelnek. A lányok tapsolnak. Hogy megjött Dávid király, és legyőzte az ellenséget. 10 000 embert is legyőzött.
megfutamodtak előle az emberek, és akkor tovább énekelték. Hát, ugye bár, Saul király is győzött, hát bizony, csak az ezer ember győzte le. Nagy tánc, nagy taps. És amikor Saul király ezt hallotta, hogy Dávidnak tulajdonítanak ilyen sokat, hogy ilyen harcos, ő a király pedig, hát alig győzött le egy pár embert, irigykedni kezdett Dávidra. Ó, tudjátok, a szívetekben éreztétek már azt, hogy milyen az irigység? Amikor irigykedtetek valakire, hogy neki ez is van, az is van, és hogy milyen jó neki, hogy már neki van okos telefonja, neked meg csak olyan kevésbé okos telefonod van, és irigykedsz. Vagy más a tornaórán jobban szerepel, mint te, és akkor irigykedsz. Meg van ugye olyan is, hogy rád irigykednek, mert olyan ügyes vagy, mert olyan szép vagy, mert olyan barátságos vagy, és irigykednek rád, mert sikerül, a matek példát is sikerül jól megoldani, és nem puskázással csináltad meg, és irigykednek rád. Na hát így történt az, hogy Saul a király létére elkezdett irigykedni, és hazament a lagziból, bement a szobájába, és toporzékolt. Látjátok itt ezt a képet? Toporzékolt, és fölkapta az egyik virágvázát. Hát az nem aranyból volt, cserépből volt, és fölemelte ezt a virágvázát, és azt mondta, ez borzasztó. A nép, a lányok, meg az emberek, hát nem engem éltetnek, hanem ezt a Dávid fickót, ennek a birkapásztornak a fiát. Engem, meg a királyt? Hát valahogy nem is éltetnek, és akkor felemelte a virágvázát, dúr, odavágta. Nem is tudom nektek megmondani, hogy ez hanyadik váza volt, amit a földhöz vágott, úgy, hogy mire bejöttek a szolgák, már körülötte nagyon sok összetört cserép volt. Borzasztó volt ez az irigység, hogy így haragudott. Ti is tudtok így haragudni? Nagyon megbosszantjátok magatokat és haragszotok? Mit csináltok olyankor, amikor haragszotok? Sírtok? Vagy ordítoztok? Vagy el se tudom képzelni, hogy egy gyerek mit csinál akkor, amikor haragszik. Hát igen, ez nagy felnőtt létére irigykedett, és haragodott. Hát szomorú dolog az, ha valaki így gondolkozik. És aztán, hát mi történik? Dávid, amikor hazajött a mezőről, a harcmezőről, akkor megölelt a feleségét, kedvesen elbeszélgetett vele. Aztán bement az apósához, Saul királyhoz, és látta, hogy nagyon lehorgasztotta az órát. Nem is sejtette Dávid, hogy miért. És akkor próbált énekelni, Dávid. Na, még csak ez hiányzott a királynak, hogy Dávid, ő neki énekel, őt vigasztalja ez a fickó. És egy olyan harag jött, egy olyan mérhetetlen nagy harag jött a Saul szívébe, hogy elővette a dárdáját,
És azt mondta ezzel a fickóval, akinek 10 000-et tulajdonítanak a harcvezőn, hogy 10 000 ember győzött le. Na, én most végzek vele. És megfogta teljes erőből, látjátok itt ezt a képet, ugye? Teljes erővel át akarta szúrni Dávidot. A szívébe akarta szúrni, hozzávágta az éles tárgyát, de Dávid olyan ügyes volt, hogy azonnal elhajolt, és elrepült mellett ez a dárda. És Dávid tudta akkor, hogy őt nem szereti Saul király. De gyerekek, tudok én egy olyan királyt, aki soha sem irigy, aki szeret. Ez a király pedig az Úr Jézus Krisztus, őt a Biblia királyok királyának nevezi, aki mindenkit szeret, szereti a gyerekeket, és aki hisz ő benne, azt megáldja, törődik vele, megsegít. Ha imádkozol hozzá, meghallgatja az imádságodat. A királyok királya, Jézus Krisztus szeret téged.